Lehetne azt mondani, hogy összefoglalva, hogy politikai megváltás nincs, abban nem hiszek, de egyéni megváltás van, és Noé módjára egy bárkát lehet építeni, amin az enyémeket, kétlábúakat és négylábúakat át lehet menteni az özönvízen. Mert a változást nem úgy éltem meg, mint hogy most jön a Kánaán, hanem ösztönösen éreztem, hogy most valami még rosszabb következik. Ja, amint kiment az utolsó orosz katona Magyarországról, nagy újongás volt itt, petárda, durrogás, én azt mondtam, hogy holnap kezdődik a szabadságharc a lavancok ellen. Tehát tudtam olyan, hogy nincs olyan, hogy üres járat, és minket egy percig is függetlenségbe hagynak. Abban a pillanatban nyugati megszállás alatt voltunk. Az volt a világhelyzet, mint a török kiűzése után, hogy rögtön itt volt a császári katonaság, amelyik még rosszabb volt, mint a török, és onnantól kezdve egy szabadságharc volt a magyarság élete. Na most ezt a szabadságharcot most nem fegyverekkel vívjuk, hanem szellemi eszközökkel.